Nem nagyon emlékszem arra, de lehet, hogy ön majd kijavít, hogy volt-e a rendszerváltás utáni magyar politika történetben ennyire látványos felemelkedés és ennyire látványos bukás. Hát 5 vagy 6 évvel ezelőtt még Miskolcon egy önkormányzati képviselő volt, Jobbik Péter, majd hirtelen a semmiből felbukkant, és utána nem csak a párt elnöke lett, hanem frakcióvezetője is. Minden hatalom nála volt. A választások után idén megerősítették pozíciójában, mégis 2 hónap alatt mindenhol megbukott, és tulajdonképpen visszavonult független képviselőként, magányosan üldögél majd a tisztelt ház padsoraiban. Nem tudom, hogy ez a nagyon látványos felemelkedés és bukás minek köszönhető ön szerint? Most azért annyiban árnyalnám a képet, nem elvonva Jakab Péter érdemeit, hogy 18 után került a Jobbik élére, amikor Vona Gábor már elment, ezáltal egy sokak szerint hatalmas politikai és szellemi űrt is hagyva maga után. Azért azt mindenképp le kell szögezni, hogy nem az első és nem a másodvonala volt az, amihez Jakab Péter tartozott akkor a pártnak, és lehet, hogyha a vonal nem megy el, és nem így alakulnak a folyamatok, akkor egy Jakab Péter kaliberű politikus sosem kerül ennyire vezető pozícióba. És ezt is hozzá kell tenni, hogy azért bár a párton belül voltak, ahogy ön is említette, ilyen jellegű sikerei. Összességében politikai sikerről nem sokról beszélhetünk, hiszen például az előválasztás során még a második fordulóba sem jutott be, bár ő mindig arról beszélt a Jakab videóiban is, felszólásaiban is, hogy mennyire népszerű. Mind az ellenzéki oldalon, mind úgy általában véve. Inkább abban a hibában esett bele, úgy tűnik, hogy összetévesztette a közösségi médiában meglévő különböző reakciós okosságot, ami az ilyen magánakciókból, meg erős mondatokból fakadt, azzal, hogy mit jelent az, amikor a választók valakiben a bizalmukat érzi. Tehát a lájkokat összetévesztette a valódi támogatottsággal. Számos alapszervezet már bejelentette, hogy feloszlik, és valószínűleg a néppártyához feltehetően ez lesz Jakab Péter új pártjának neve fog csatlakozni. Van ő annyira karizmatikus politikus a Jobbikon belül, hogy a Jobbik szakadását tovább tudja növelni? Nos, hát igen, ebből viszont már láttunk egyszer gyakorlatilag egy milyen hasonló folyamatot, akkor a Mi Hazánk volt az, hogy a Mi Hazánk politikusai, mostani politikusai voltak azok, akik kiváltak a pártból, és a lapszervezetekkel együtt alapítottak új szervezetet. Hát a Jobbik egyből a szempontból egy nehezebb helyzetben van, hiszen bár a Jakab Péter, hogy is mondjam, minőségileg talán egy másfajta színfoltot hozott, mint Vona Gábor, az mégiscsak nehéz tőle elvitatni, hogy a legismertebb politikus a jelenleg a Jobbiknak, illetve most már csak volt, hiszen már nem Jobbikos. És ebből a szempontból Jobbik egy nagyon nehéz helyzetben maradt, hiszen alig maradt ismert politikusok. Most megkérdezünk az embereket, meglepődnék, hogyha akár csak az ellenzékiek mindegyik emlékezne Gyöngyösi Mártonra arcról, névről konkrétan és azonnal, és mondjuk fel tudni idézni még 5-6 jobbikos vezető politikust. Ez egy nehéz kérdés lesz, és a Jobbik amúgy is ebből a szempontból így akkor úgy tűnik, hogy olyan utat jár be, hogy előbb-utóbb most már, ha tényleg így alakul, akkor 2 párt is a saját hátán és szárnyain alakult meg itt az évek során. A néppártja, feltételezzük, hogy ez lesz az új szervezet neve, milyen jellegű politizálást folytathat? Viheti-e a Jobbik stílusát, ezt a nemzeti radikális jobboldali politizálást, vagy pedig teljesen más irányt vehet, azt az irányt, amit ő 1-2 évvel nagyon következetesen a közösségi médiában képvisel, tehát hogy az egyszerű emberek szintjén
helyére megy, azokkal próbálja magát megértetni, nem csak szavakban, hanem külsőségekben is. Igen, most talán a Jakab Péterféle politikát az utóbbi években nemzeti jelzővel vagy jobboldali jelzővel kevésbé lehet vádolni a tartalmilag. És én abban is vitatkoznék, hogy mennyire volt sikeres, ezért ez valójában a átlag választónak szól-e ez a típusú kommunikáció. Mindig ezzel érvelt Jakab Pétert, de hát én emlékszem rá, hogy a Jobbik korai évei, vagy a Jobbik felemelkedése az szólt valójában arról, és ott lehetett valójában látni a kutatásoknál, hogy azért megszólított olyan választói csoportokat, akik mondjuk elfordultak már évek óta a politikától, vagy soha nem foglalkoztak ekkora mértékben a politikával, és vagy például anyagi vagy egyéb helyzetüknél fogva a kevésbé szerencsések közé tartoztak. És Jakab Péternél ez egy illúzió, mert azt gondolja, hogy önmagában ezzel a típusú stílussal el lehet élni széles tömegekhez, de a gyakorlat egyáltalán nem ezt bizonyítja. Arról nem is beszélve, hogy bár lehet egy ilyen feltételezés, összességében választók teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldaliak, és hogy mivel foglalkoznak, vagy milyen iskolai végzettségük van, nem szokták díjazni, hogyha a politikus önmagából csinál bohócot. Tehát, ha jól értem a szavait, ő az eddigi bizonytalanokat nem nagyon fogja tudni megszólítani, nem tudja magához vonzani, vagy a pártjához. Inkább a Jobbikon belülről számíthat szimpatizánsokra. Egyfelől igen, másodfelől pedig a többi ellenzék jól érzelmű, de nem a pártok által, vagy a pártok felé elkötelezett szavazókra számíthat, hiszen azért ezt látjuk, főleg az ellenzéki oldalon, hogy nagyon sokan vannak, akik alapvetően mondjuk kormánykritikusak, de nincs favorizált pártjuk, mert azért az ellenzéki oldalon jó pár pártban lehetett az utóbbi években csalódni. Mennyire lehet ő sikeres most függetlenül az ő egyéniségétől, intellektuális vagy politikusi képességeitől, szervező erejétől ez az új párt? Mert most nekem hirtelen eszembe jut, hogy megpróbálkozott ezzel Gödöllő polgármestere, Gémesi György, Pálinkás József, Márki-Zay Péter, stb. Tehát a jelenlegi magyar politikai beágyazottság, politikai rendszer mennyire kedvez annak, hogy valaki egy új politikai formációt létrehozzon, és azt sikeresen működtesse? Láttunk azért ellenpéldákat, ott a Momentum, ami végül is bejutott az LP-be is, meg előbb-utóbb a parlamentbe. Én azért Jakab Péternél kiemelném, hogy a Jobbik soha nem szerepelt ilyen rosszul, és a Jobbik frakció lényegében majd, hogy nem megfeleződött az irányításával egyik választásról a következőre. Tehát inkább minden indulnék, hogy a politikában a vezető a kulcsa általában az egyik kulcsa a sikernek és a kudarcnak is. És az elmúlt választás azért azt mutatja, hogy a Jobbik nem a legjobb éveit tudhatta magáénak Jakab Péter vezetésével. Ha innen közelítek, akkor nem sok jót lehet jósolni ennek a pártnak. Egy dolgot kérdeznék, fél percünk maradt. Arról is lehetett az elmúlt napokban olvasni, de talán ön is tette erre utalást, hogy a Jobbik sok megszűnő párt sorsára juthat, ha ez így folytatódik ez a folyamat, az SZDSZ-el hasonlították össze. Fennáll ez a veszély, ha Jakab Péter valóban létrehozza ezt az új pártot, és sok embert el tud onnan csábítani? Szerintem még megmaradnak, hiszen ott a frakciójuk, ott van a támogatás, de a jelentőségük az mindenképpen csökkenni fog, az biztos.